Melyik F1-es játékkal játszottam először? Hát várjál. Legelőször. Azt kérlek szépen 1994-ben volt. Igen. Csak most. Nem emlékszem pontosan a nevére, de megvan. Az egy 88-as játék volt. Ez. Nem biztos, hogy olyan jó ez a muzsika egyébként, de nagyon hangosan. De ez volt egyébként, erre emlékszem. Ez egy 1988-as játék egyébként. Itt legalább az autómodell rendesen meg van csinálva. Miért kell szétnégetni? Volt difficulty level, pro, beírhattad a nevedet, hány körös legyen a futam, volt championship, volt single track, régi Hockenheim, Monaco, Kanada, Itali, ott volt Detroit. Gyerekek. 3,5 literes V12-es Ferrari. 3,5 literes V8-as Williams Renault. Másfeles Honda V6 Turbo. Itt azt raktál bele a kocsiba, amit akartál annó. Három top csapat. Kész. Jobban meg van rajzolva a pálya, motornyomaték ábra, minden van. De egyébként tényleg, most nézem, tényleg motornyomaték ábra van. És akkor jöjjön az időmérő. Figyeld! 1988-ban járunk, tehát úgy zárójelben azért tegyük hozzá. Kéziváltó. Gyerekek. Itt azért... Itt azért komoly dolgok vannak. Ez Monza. Figyeld, itt a sikán. Igen. Jön a megint egy kanyar. Így van. Jön a hosszú egyenes. Itt nyitjuk a DRS-t. Körülbelül... igen, most jön a sikán. Az így ennyi. A hátsó hosszú egyenes. Le van egyszerűsítve azért. Hopp! Hogy hívják, várja, milyen kanyar, nem tudom már. Amit most kiaszfaltoztak? És akkor ez a cél egyenes. Ez speakerből szól egyébként. Parabolika, azaz parabolika volt, így van. Na! És ott van 1.15.9. Pole position van. Egy körös a futam. És akkor itt gyönyörűen. Hát amit végig is ropogtattam.
Ja nem egy körös. Hány körös? Három körösnek állította be? Úristen, majdnem kört ver azért. Nem jól állította be nagyon a... Ja, de próra állította be, most jut eszembe. De akkor nem is lehet nagyobbra állítani. Na? És akkor itt a befutó. Így van. És ugye itt 9 pontot lehetett még kapni az elsőnek. Hát a második, 4, 3, 2, 1, tehát ugye első 6 kapott 10. Viszont ugye nem volt hivatalos a játék, tehát ilyen nevű pilóták nincsenek egyébként, nem is voltak. Átlagsebesség az 200 mérföld, hát így aranyos. Na gyerekek, itt a dobogó. Egy így. Titi-t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 iti. Mennyi idő kellett a Codemastersnek, hogy izé, hogy megcsinálja a pódiumot? Tavaly jött be, ugye? 18-ban már volt? 18-ban már volt. Na mindegy, kellett vagy 8 év, nem? Tessék! 15-ben is volt már? Na. És akkor ez így ennyi. És akkor ez így ennyi. Hát, jó volt ez. Nem volt ezzel baj. Utána volt a Grand Prix 1 nálam. Tudom, erre. Erre nagyon emlékszem, hogy ez őrületesen nagynak számított. Ez 91-ben volt. Csak a zenét le kell vennem, mert elvette a Sky. Úgyhogy ezt leveszem. De innen lopta ki egyébként a Sky Sports. És ennek ez volt az intrója. Tehát ezt úgy nézzétek, hogy ez rá 3 évre volt. Sajnos ez se volt hivatalos. Nem bírták megvenni a jogokat. Tömegbaleset. Tilkefére balra-jobbra pályázás. Ez 91-es, így van. És ez a 91-es évadot is dolgozta fel. Én úgy tudom. Igen. Na és akkor a menüje. Ugye a nyelvet lehetett választani. Volt ilyen hülye kód, de ez nem volt érdekes. Na és akkor quick race, main menü. Ugye, állj meg. Volt ugye quick race, volt driver team selection, ugye mentés, betöltés. Volt ilyen help option, nem tudom mi. Practice, bármelyik pályán. Akkor ez csak ilyen non-championship, amikor csak menni akart egyenek. És volt rendes championship season is, és volt az option. Ja, itt van a help. Tehát ezek az asszisztok voltak, hogy automata fék, automata váltó, akkor ha megpörlülsz, akkor a helyes irányba állítson be, sérthetetlen lehettél, itt is már volt best line, ugye iszi a vonal, meg hogy körülbelül melyik sebességi fokozatba kellene menni. Most a csávókán full no-ra kapcsolt minden, tehát ez itt nagyon pro már. És akkor mit fog nyomni? Ja, itt a game option menü. Hát igen, itt a quick race be lehetett állítani, hogy melyik pályán menjél.
melyik kocsival, hanyadik helyről akarsz indulni, milyen hosszú legyen a futam, milyen legyen a futam, hogy most száraz vagy nedves, és ha volt hálózati kapcsolatod, mármint ilyen LAN, akkor be lehetett ezt is kapcsolni, csak ketten mehessetek. Úgyhogy voltak ilyen csodák. És akkor itt voltak a pályák, ez a Phoenix-i pálya. Ilyen 1.21-et ment Senna, Alézi 1.26-ot a futamon, 91. harmadik hó 10-én. Még megmutatja szerintem az összes pályát, ja. Nagyon aranyosan. Imola. Monaco. Kanada. Kanada az érdekes volt egyébként. Mexico City. Manicur. Silverstone. Itt is 1.20 volt még a kör. Hockenheim. A régi Hockenheim. A magyar, ugye ez még a rövid célegyeneses. Spa, Monza. Ez már akkor is így jött egyébként egymás után. Estoril, ugye Portugália, Barcelona, Suzuka. És Adelaide, Ausztrália. Az volt a szezon záró. Na, és akkor itt van. Itt a csodálatos box. És akkor lehet kifelé jönni. Megpergette a motort. Motorhang. Tehát 91-et írunk, hogy ez jövőre lesz 30 éves. Ez a játék. Úristen, gyerekek, kimondani, 30 éves lesz ez a játék. Jézus Mária. Ugye ez a brazil pálya. Az első szektor. Nagyon gyilkos. Opa, itt nem lehetett rázókőre menni, mert akkor itt vége volt a történetnek. Lézerszkennert pályák. A dír, úgy van. Kis nyifont. Hát úgyhogy ez volt a Grand Prix 1. És nem telt el sok idő egyébként. Mindösszesen csak 4. Mert 1995-ben jött a Grand Prix 2. Ami már mérföldkőnek számított. Itt már tehát ez már mondhattuk azt, hogy nyugodtan, hogy ez szimulátor volt gyakorlatilag, mert teljes mértékben összedolgoztak a eredeti Forma 1 egyes mindennel. Nézzétek, mennyi tesztelő volt. Hol van? Op. Látjátok? Licensed by Foca, Fuji Television, 96, packaging manual, 96, de egyébként játék 95-ben jelent meg. Na, és akkor ez volt a menü. Ugye sokkal letisztultabb volt az első részhez képest. Gyakorlatilag ugye benne volt az összes csapat, ugye a Simtek meg a Pacific volt az utolsó. Akit úgy gondoltál, kiválasztotta, és akkor azzal lettél, vagy éppen átírhattad a nevet, és akkor... Szar. Hát ez az. Szar GM. Napostriuf szar. Na, hát csinált is egy saját csapatot, egyen meg akkor így. Non-championship.
most csak egy mizét megy, megnézi Kanadát, az gyönyörű lesz, mert régen itt Kanadának egyébként volt egy lassító beépítve még a hosszú egyenese előtt. Igen, itt még volt pénteki időmérő edzés. Ezt nem értettem egyébként sose a Grand Prix 2-ben, hogy hogy az anyámban volt az, hogy nem a boxban voltak, hanem kint az aszfalton, és bejön a nagy monitor. Mert ugye itt is látszik, hogy abban az időben bent voltak a boxba is, úgy volt a monitor előtted, itt a játékban mondjuk ez érdekes volt, hogy kint csinálták meg ezt, nem tudom miért. Szerintem azért nem lehetett kiállni. Viszont ha megnézzük a setupolást, azért kicsit itt erősebb volt a dolog. Ugye 1-20-ig volt a szárnyállás, illetve volt egy ilyen fake erősség, vagy nem tudom, elosztás, inkább úgy mondom, fake elosztás, illetve a sebesség fokozatoknak a állítása az, hogy hányszor szeretnék kijönni, és ez csak egy ilyen kis alapizé volt. Most a gyerek szerintem annyira nem megy bele. Az advanced gombot, ha megnyomná, akkor ott bejött volna még pár érdekes dolog. Azért lehet hallani, hogy mennyit fejlődött a hang az egyhez képest. Itt mondjuk nem forog a kormány. Még mindig azt mondom, hogy 25 évvel ezelőtt járunk. Most erről jut eszembe egyébként, hogy ugye Robinnal nagyon sokat beszéltünk erről. Tehát nekünk ez volt az első játék a 90-es évek végén, amit szénné fügtünk gyakorlatilag. És képzeljétek el, volt hozzá editor, és gyakorlatilag az autó skineket lehetett bármikor upgrade-elni, update-elni. Úgyhogy hiába volt 94-es ez az évad, ami benne volt. Egészen 97-ig ezzel játszottunk. Csak utána jött a GP3, és utána már nem játszottunk vele. De 94, 95, 96, 97-es évadot mi a GP2-vel toltuk, mert folyamatosan volt hozzá úgymond ilyen car season pack. És akkor pillanatok alatt bele lehetett tölteni. Tehát így tök jó volt. És azért mondom, hogy színné fügtük. Hát aztán jött a csuda. Nem volt megállás onnastól fogva. Bizony, an official product of the 1998-as FIA Formula One World Championship, licensed by Formula One Administration Limited. Ez a Grand Prix 3-nak totál hivatalos volt ez a sztoria. Rendesen volt intrója. Hát a menü az valami fent, és szerintem a Grand Prix 3-nak volt a legeslegjobb menüje. Tehát ennek annyira gyönyörű, szép menüje volt, annyira hangulatos menüje volt. Nagyon jó menüje volt. És azért, ha megnézzük, ez egy óriási ugrás volt a GP2-höz képest. Tehát a 2-ből 3, itt már mozog a kormány is, futómű minden. Ez őrületes nagy izé változás volt. És még mindig azt mondom, hogy egyébként ez mikor jött ki? 2000-ben jött ki. Tehát még mindig azt mondom, hogy 20 évvel ezelőtt járunk egyébként. Tehát ez egy 20 éves játék. Ez a régi Silverstone egyébként, ne lepődjön meg senki. Én ezt a vonalvezetést mondtam egyébként, nem is tudom, felvetettem valahol a Box utcával, nem tudom, hogy két Silverstone, hogy nagy díj lesz, azt mondtam, hogy miért nem csinálják úgy, hogy az egyik a amit használnak, Barrichello ki is esett a rajtnál,
A második, a 70. évfordulós meg lehetne ezen a régi aszfalt csíkon, ha már úgyis tradíció nagy díj lesz, hogy mi a franc lesz. És két Silverstone lesz, mert gyakorlatilag ugye ez a rész is még itt ugyanaz. És innestől itt kanyarodunk el. Ez a rész, itt volt az, amikor Schumacher lement a fűre, és akkor így is hát agyabeteg, meg mit tudom én, és így is ötödik lett az ideje, és kevesebbet veszített, mint Montoyannál a kalimpálásnál. Tehát ez az a rész az, ami most hiányzik. De azt hiszem ennél a résznél valahogy vissza is kanyarodik. Igen, mert már itt van a box. Ugye itt a régi boxok vannak, és a régi rész, ugye ez mostanában már ez a második szektor. Ugye itt meg még régen ez volt az első. Tehát szerintem egyébként simán kivitelezhető lenne, hogy akkor az egyik héten egyik pálya részen mennek, másikon meg másik. Mert szerintem egyébként nagyon jól megvan ezt csinálva. És mondom, maga a játék egyébként így, hogy 20 éves, ezzel utána rengeteget játszottunk. Tehát ezt, ha jól emlékszem, elég korán jött ki a GP4, mert csak 2 év volt a 3 és a 4 között, de valamiért mégis jobban szerettük a 3-at. Nem tudom miért. De jobban szerettük a 3-at. Jobban szerettük a 3-at, pedig tényleg hát kijött a 4, és nem volt egyébként azzal olyan nagy probléma, de mégis valamiért olyan kicsit már olyan nem tudom. Olyan fura volt. Nem tudom szebben mondani. Nem volt, hogy mondjam, nem volt akkora hatalmas nagy áttörés a 3 és a 4 között. Milyen érdekes egyébként, bejöttem a GP4 és szinte csak az én videóimat adja ki, baszki. Persze voltak még olyan melléfogások, vagy olyan csodák egyébként, olyan cégektől, akinek egyébként semmi köze nem volt egyébként az F1-hez, de azért csinált F1-es játékot. Például köztük volt az Eidos nevezetű csoda, ami kiadott egy Power F1 néven 1997-ben, és a 95-ös évadot dolgozta fel. Ez akkoriban, várjál csak, 97-es? Igen, akkor a Grand Prix 2 ment még, és azt próbálták egyébként lemodellezni, vagy lelopni úgymond az ötleteket róla. Hát... próbálkoztak ezzel a official timinggal is, viszont a fizika az nagyon-nagyon gané volt benne, ezt tudom. Tehát meg se közelítette egyébként a Grand Prix 2-t. Nagyon grafika ügyileg sem. De ezzel is játszogattunk azért, de valahogy nem volt az igazi. De ez is érdekes egyébként, hogy akkoriban például ez is, hogy 97-es játék volt, és 2 évvel ezelőtti szezon dolgozott fel, és úgy örültünk neki, mint a majom a farkának. Tehát teljesen mindegy volt, hogy most már kajak nem az aktuális F1, mégis ezzel játszottunk attól függetlenül. Úgyhogy ez is egy érdekes volt. Illetve volt még egy másik. Nem tudom leírni normálisan a nevét. Hát...
Ezt lehet nem találom meg, mert... Te. Ez az. Hát... Nem tudom. Lehet, hogy ez az. Igen. Volt még egy ilyen csoda. Hát... Hudügyileg egyébként majdnem ott voltak, majdnem, tényleg, mondjuk Ákos tudna erről mesélni, erről a majdnemről. Ezt egy ilyen bagoly logós cég adta ki. Hát, hogy mondjam... Nem volt olyannyira rossz, de kellett volna még vele dolgozni, és nem lett volna akkor tényleg annyira gáz, mint egyébként amennyire gáz lett, főleg a hangok terén. Viszont, mint láthatjátok egyébként, hogy elfékezte az előbb a gumit, és milyen gyönyörűen látszik rajta az a folt, ahol elfékezte egyébként a gumit. És... ez mikori? 98-as. Ez egy 98-as játék, ez egy 22 évvel ezelőtti játék, de itt legalább látszik már, hogy ha elfékezed a gumit, akkor hogy kimart egy jó nagy darabot egyébként a gumiból, és ott ilyen fura felületi lesz, és illetve rászkódik a kaszni tőle. Hát úgyhogy ezek nagy csodák voltak. Ezek nagy csodák voltak annó. És ezeket mi mind végig jártuk. Végig játszottuk, kipróbáltuk. Toltuk tényleg. És akkor ugye jött utána a F1 2000, azt hiszem az volt az első. És ez még nem a izé. Nem a 99-2002 vagy mi. Nem. Tehát először ugye én az I és F1 2000-ről beszélek most, ugye? Az nem tudom egyébként. Az érdekes volt, mert ahogy megvolt a Grand Prix sorozat, nem tetszett annyira. De legalább elmondhattuk azt egyébként, hogy választhattál, mert több kiadó is foglalkozott ezzel a témával. Most leállítottam, hogy mi van? Tehát eldönthetted, hogy te most EA Sportsos F1-jel játszol, vagy a Microprose-os F1-jel, vagy ugye a Eidos-os is volt, vagy a Psychogonis, vagy amit írt a Karcs, az előbb láttam, hogy írta. Na, ez egy 20 évvel ezelőtti játék intrója volt. És akkor a menüje. Uh-huh. Hát itt is nyelvet kell választani. Autosave van. Itt leveszem addig, nehogy valami búziság miatt itt blokkolva legyünk.
Szia, Gergő! És akkor itt is volt bajnokságtól kezdve minden. Arra vagyok kíváncsi. Igen, hát azért, ha ugye ez is 2000-ben jött ki. Azért, ha összehasonlítjuk, ami a GP3 is 2000-ben jött ki, azért ez nagyon messze volt a GP3-tól például. Tehát ez sem kinézetre, sem minőségre, sem semmire meg se közelítette a Grand Prix 3-ot egyébként. Igen, Benson and Hedges volt, ugye csak a nem cigarettás részen Buzzin Hornets néven mentek, ugye. És igazából arra nem emlékszem, hogy a többi rész milyen lett. De hát gondolom azért ez is változott. Mit minden más? Ugye ez már a 2001-es. De lehet, hogy 2001-es már csak Sonyra jött ki. Szerintem igen. 2000-es volt utoljára így is. És utána 2002-t, mint láttam volna PC-n. 2001-ben nem vagyok biztos egyébként, hogy az jött PC-re. Szerintem ez PS2 exkluzív volt. Volt PC-n. Ne, erre tényleg nem emlékszem. Mert ezt abszolút hanyagoltuk a Grand Prix 3 miatt. Ezt totálisan hanyagoltuk. Gyerekek, de komoly. Ez az eredeti kocka monitor. Ez a full eredeti kocka monitor, ami nekik be volt lógatva. Ez csont eredeti. Ez ugyanez volt nekik rajta. Ugyanez. Hát gondolom kontrollerrel ebből a nézetből érdemes vele játszani, vagy nem tudom. Úgy gondolta a kedves videó felvevő. Ez Imola. Az szép volt. De már valami kinézetszerűség azért volt. Nem volt az annyira vészes. Ugye megnézem a 2002-est. 2002 az viszont már van PC-re. Már mondjuk szerintem kétféle játék volt akkoriban. Volt a Sony-s, meg volt az EA-s. Mert ez is Sony-s. A 2002-es. Ahol vanni? Officially licensed product. Aha.
Kicsit érdekes, hogy van olyan menüpont, hogy árkád legyen, vagy nem. Árkád vagy Simulations? Aha. Hát egy ilyen menüpont lehetne majd a Codemasters-be is egyszer valamikor. Igen. Ott a Williams BMW, Ralf Schumacher, Montoya. A karakterek azok nem hasonlítanak nagyon. Heidfeld és Massa. A Sauberbe, Jordanbe, Giancarlo Fisichella és Takuma Sato. Bár Honda, Villeneuve. És Zonta, ja nem, Panis, tényleg Panis volt. 2002-ben már Panis volt. Zonta ki lett rúgva. Trulli és Button a Renault-ba. A Jaguarba Eddie Irvine és Pedro de la Rosa. Az Arrows-ba Henselt Frentzen és Enrique Bernoldi. És akkor a Minardi, Alex Young és Mark Webber 2002-ben az Ázsiatek motorral. Ja, és még a Toyota tényleg, mint új csapat jött. Mik a Szálló és Ellen McNish. Valóban. Na, a Jaguarral fog menni a fiatalember. Ilyen jó kis betöltő képernyő egyébként, hogy a pályarajzot tölti be. De komoly. Jó van az. Friday practice 1-2, Saturday practice 1-2, qualify, warm up. Na és akkor itt. Vagy outlap, lap times, garázs. Nem is néz ki olyan rosszul, gyerekek. Az a belső nézet, ez nem is volt olyan gáz. Így azért elég árkád. Ez a 20 forintot bedobálós téma. De a pálya legalább szépen meg van szerkesztve, hogy látom. Igen, a kocsi mozgása az vicces. Valaki tartott ebből egy 5 órás live-ot, az gyönyörű. Én azt akarom megnézni, hogy az IE és az milyen lett. Ez a Sony is. Ez pedig az IE-s. Ez jött ki ugye PC-re. Hát ez gyakorlatilag egyébként a F1 Challenge 2000, vagy 99-2002, tehát ez... Ez olyan jó pofák voltak egyébként, hogy kijött a EA Games-es F1 2002, és utána kiadtak egy 99-2002-t, de csont ugyanaz a motor, ugyanaz a grafika, ugyanaz az irányítás, ugyanaz az izét, minden ugyanaz. Tehát az EA már akkor megérezte, hogy hát ebből pénzt kell valahogy csinálni. Hát enyhén kiugrott, igen, de gondolom ki van kapcsolva. Ez
szegény HSBC feliratot. Hopp, az szép volt. Hangja jó, igen. Csak ez a trr-trr-trr, ez azért van a trr-trr-trr, mert automata fékkel ment. Teljesen jó volt, gyerekek, ez a hang. Ilyen hangot egyébként én még nem hallottam Code Masters-es játékban. Ami ennyire jól meg lett volna csinálva, az tényleg szép. Jó, 2003-ban elrepülünk. 2003-ban már nem volt. Nem volt Forma 1-es játék számítógépre. Csak PlayStation-re volt innestől fogva. Sony megszerezte a jogokat, kész. Nem volt mit tenni. Itt van. Studio Liverpool foglalkozott ezzel az egésszel annó. Akarom megnézni. Jaj! A 2003-ban ilyen volt az F1. Az úgy nice volt. Hirtelen nem tudtam, hogy milyen felirat jön be, mert átvágta a képernyőt gyakorlatilag. Most így hirtelen azt sem tudtam, hogy hol vagyok a pályán. Ez a nagy Sektor 3 meg Sektor 2 felirat az mindenféleképpen vicces. Ó, basszus. Azt nézem, hogy... Oh. Ilyen félhivatalosan
meg lehetett ezt is csinálni. Most a 2004-es az ilyen érdekes volt már. Inkább a 2005-öset mutatom meg. Jajajajajajaj. Itt már ki van cserélve a zenet, nagyon jó. Már gondoltak, hogy ezért egy no copyright-os zene van benne. Öcskös. A szénnég. A CLK. Safety car. Itt volt eső, nem csak filter. Zsolti! Ez az! 700 forintért vettem eBay-en. Igaz, hogy kellett egy hónap, de lejött. Úgyhogy lehet kapni egyébként. Minden is van, igen. Na nézzük, hogy néz ki akkor Silverstone. Aranyosan arra rögtik a Minardit. Fernando rajt. Aztán volt vonal gazdagon. Ojjajjajjajjajjajjajjajj. Ez Barrichello biztos megérezte. Szia Martin. Mi nem ez Fisichella, nem Fernando. Most előzi Fernando. Azt nézem, hogy hány körös lehet. Na, most ér be majd a szélegyenesbe. Mi?
Még elég vállalható volt a belső kamera. Waiting for race completion. Meg kellett várni, hogy befejeződjön a verseny. Akkor ezek szerint nem volt addig generális. Nem volt generation. Nagyon gyönyörű levezetőkört megy egyébként. Soha nem lesz levezetők, hát szerintem sem. Most ért be Räikkönen másodiknak. Pontolja a harmadik. Fú, mire izé. Mire beérnek. De mindjárt írja az eredményt. Itt az eredmény, aha. Hát ez is ilyen legalább hivatalosnak hat. Akkor nem 100% pontosan ugyanolyan, de legalább olyannak hatott. Igen. És akkor jött a Championship Edition, ugye? Ami valami csoda volt, szerintem. Tehát tényleg, nagyon durván. Hát ez egy olasz lesz, de legalább valamit látunk. Itt szerintem a hangok is tökéletesek voltak. Na és akkor itt kijött a mi kis játékosunk is. Pirítsunk oda. Megváltozott az autó hangja, ahogy átment az alagút alatt. Egyébként el szeretném folytatni, mindenféleképpen. Figyeld! Vitantonio Liuzzi ha completato un giro veloce. Il suo tempo sul giro è davvero ottimo. Ostico! Il suo giro lanciato. Sarà certamente deluso della sua prestazione. La messa a punto della sua monoposto non era delle migliori. Tempo di qualificazione. Non male, davvero non male.
sarà piuttosto soddisfatto. Én mindig azt mondom, gyerekek, hogy aki megteheti, vagy aki úgy gondolja, mindenféleképpen vegyen egy PS3-at, 20-25 ezer forintért lehet kapni. Ha ilyen feltört van, mint nekem is, akkor csak egy pendriver ráhúzza ezt a 8 gigás vagy 10 gigás játékot, és gyakorlatilag ugye a külső meghajtóról lehet folyamatosan futtatni. De hát rá is lehet másolni, hát ezek 120 gigások egyébként a vinyójuk ezeknek általában. De az, hogy még elviszi az öreg DFGT kormányt a PS3, ugye az volt a hivatalos kormánya, innestől fogva nincs miről beszélni, hogy nem is kell kontrollerrel genyózni, hanem a DFGT-vel lehet vele tolni. Én még mindig azt mondom egyébként, hogy ha csak a PS3-on, ha csak ez lenne rajta, meg a Gran Turismo-k, ami még kijött hozzá, azt hiszem a 6, én már akkor is elégedett lennék vele. De... ez igen, ez egy mestermunka. Ez egy remek mű lett ez a játék egyébként tényleg. És ugye a 7-8-as évad kimaradt. És a 7-8-as évad ugye kimaradt, és jött a 9-es, amit már a mi kis barátunk adott ki 2009-ben. Egyelőre PC-re nem mertek csinálni még akkor Forma 1-et, mert elég soká derült ki egyébként, hogy megkapják a licenszet. És bizony 2009-ben kezdődött, így van a csuda. Hát itt a zenéből tudtuk, hogy már ez csak is Codemasters lehet. Ezt a kurzort én egyébként erről kicserélni inkább erre. Nem tud elváltani egyébként. De már most tud mozogni, na. Select country. Vajon mit akar szegény kiválasztani? New player. Racing line on steering assist. Tehát azért nézzük már meg, gyerekek. Mert ugye behozták itt is a racing line, és már itt is volt steering assist, amit most óriási nagy izével visszahozzuk, mert hogy a arcade játékosok is tudjanak játszani. Predictive braking, anti-skid, anti-wheel spin. Itt gyakorlatilag, ha ezt nézzük, és itt mindent bekapcsoltál on-ra, mondjuk a racing line nem kellett, az csak egy vizuális AI-DS. Így gyakorlatilag, ha egy fogpiszkálóval benyomtad a gázpedált, és te kimentél nyugodtan megebédelni, az a játék közben neked lejátszotta, mintha itt ültél volna. Egyébként ezt halkan megsúgom, hogy a 20-as játékkal lesz egy ilyen tesztem, hogy beakasztom majd a fogpiszkálót, majd a billentyűzet gáz gombjára, és akkor megnézzük, hogy a steering assist hogy működik majd. És én meg kimegyek majd a szobából természetesen. És majd telefonon fogok nektek írni a cseten, hogy jé, itt vagyok a étkezőbe.
Jó, úgyhogy majd egy ilyen tesztre majd egyébként nyugodtan vevők lehettek majd, mert lesz ilyen. Na, úgyhogy na, van ilyen. Volt karrier. Hamilton 85-ös. 85-ös. Jó tudni. Tehát akkor már a 35. életévét. Napos. Oké. Massa. Kis piké. Webber 76-os úr. Jézusom. 87-es volt Vettel. Nakajima. Sutil. Nézzétek már Sutilt. Tiszta Máró, nem? Full Máró. Az egész Sutil egy az egybe gyerekek Máró. Most a 72-es volt Barrichello. Webberrel lesz. Oh my god. What is this? Valencia. Spa, Monza, Singapur, Japán, São Paulo, Abu Dhabi, és vissza Ausztrália. Egyből futom? Na. Wow. Na nézzük, hogy nézett ki ez a játék. This Melbourne circuit utilizes the city streets surrounding Albert Park Lake. Despite being built on a public route, the track surface is smooth and fast. There are few passing straights. Csak zárójelbe jegyzem meg egyébként, hogy ez ugyanaz a cég, aki a Dirt 2-t adta ki egyébként ebben az évben még. És azzal, hogy valamelyik nap játszottam, olyan gyönyörű autópálya, illetve törésmodell volt a játékban, hogy azt nem akartam elhinni. Hivatalos rajtlásnak a környékén nincs. Nézzétek már meg ezeket az időket. Ezeket honnan szülhették? Vajon? Csak azért kérdezem, mihez tartást vége? Hogy... Igen. Igen. Tehát ez a 97-es, ilyen nagyító, jó? Ez a 97-es ausztrál nagyító, ugye az ausztrál pálya nem változott. 97-ben Villeneuve 29.369-et ment, agyonverte a mezőnyt, ugyanazzal az autóval Frentzen csak 31-et. Kapott egy 1.7-est. Senki nem érte egyébként, hogy Villeneuve ezt hogy csinálta, de megcsinálta. Mindegy, az egyik 1.30 alatt itt ment. Na most
2009-ben, ha eltelt ugye 12 év, azt ez mi? Hát ez úgy nice, nem? A nagy fejlődés. Na. Gyerekek, ez olyan, mintha az F1 Restarts nézni. Ahogy Dávid ír, ez full F1 Restarts szint. És volt Nitro, igen. Gyönyörű. Ezt tudjátok milyen szint? Mint amit néztünk Power F1-et, ami 95-ös. Körülbelül. Az a kerékmozgás az első tenger. Igen, egyfajta gumikopás biztos eredményez. Viszont a kis oldalsó autórajzot, azt egy az egybe átrakták a 10-be is. Ú, micsoda kamera nézetek vannak. Azt a mindenit neki. Szerintem nullásaival ment egyébként. Nézd ezt a kanyarodást! Sírok! Kormányod nem világít, semmi nem működik. Jaj, gyerekek, és 2009-et írtunk ekkor. 2009-et. És ez jött ki. Hopp, megy a Nitro. Hopp, lehallottátok? Azért a Formula E bekapcsolt. Toyota kormánya van? Annyira nem látom minden egyébként, de előfordulhat. Na csak egy körre van hátra, kíváncsi leszek a befutóra egyébként. Úgy kattog, trattog, mint valami traktor. Hopp, megy a Nitro. Természetesen csak az első hármat látod. Na. Soha senki más nem ért be. Ennyi. Első lettél, kész. A többi le van szarva. Nincs végeredmény. Na, szépen csorognak befele a többiek is ezen. Hamilton csak 10. lett. Ez szar. Ez nem igazság, ez hazugság. Nakaima. Alonso csak 11. Hazugság. Csalás. Átverés. Hopp. Gyerekek, egy avard unlocked. Vajon mi lehet az az avard?
New Helmet Unlocked Venom. Gyerekek, micsoda, micsoda sisak. Grand Prix Win Unlocked. New Trophy Awarded. Austral Grand Prix First Unlocked. Ott kering a nagy csapágy. Golyó. Gyerekek. Ne viccelj. Jaj. És hát azért belegondolunk. És azért tényleg, ha belegondolunk, hogy eltelt egy év. És utána valamit ki kellett találni. Legalábbis valamit csinálni kellett. Valami normálisabbat a 9 után. Oké, tudom, az VII volt, az a Nintendo szarság. De na. És akkor Kanada. Itt még Bridgestone gumik voltak ugye az autókon, nem Pirellik. És gyakorlatilag ugye ezzel kezdődött minden. Hallgassuk csak! Most őszintén, megnézitek ezt a képet, ez nem csúnya. Ez nem csúnya. Ezt kajakra mondom, hogy nem csúnya. A boxfallon látszanak az, az ilyen koszosabb izék, kis törések, minden. Az aszfalt, az valami fenomenális. Élettel teli, szemcsés, féknyomok vannak rajta, különböző guminyomok, nagyszerű az árnyékolás. Első osztályúak a fényviszonyok, nincsen semmiféle valami, nincs semmiféle trágya, ilyen hülye filter rajta, hanem ilyen élettel telibb, sokkal szebb. Az autóforma az valami frenetik, a kameraállás csodálatos, teljesen tökéletes, tehát, na, értitek? Tehát ez szerintem Ez még kivére mondani, ez szerintem szebb, mint a mostani. Tehát így, ha nézed a Red Bullt, a gumit, mindent, ezért pályát, a kocsikat, mindent, ez gyerekek, ez szebb. Ez szebb. Na nézzük. Itt sajnos ugye itt az a hiba van, hogy aki felvette a videót, az kontrollerre játszott, ezért vagy éppen billentyűzettel. Ezért vannak ez a fura rángatás. Az, hogy nem kapott hivatalos hudot Dávidom, egyébként tényleg, hogy ilyen dörtös, gyakorlatilag a dörtből áthozták ezt a kilométer órának nevezett fost. Arra már nem volt idő, hogy megcsinálják a 10-es hivatalos. Egy szárny mínusz. Azt nézem, hogy ettől függetlenül megnyerte. Fantastisch! Einfach fantastisch! Was für ein Sieg! Ne gyerekek!
És akkor ami kis csodálatos na, gyerekek. Jött itt valami. Itt van mind a 12 csapat a már ismert 24 pilótájával, akikkel mind a 19 valósághűen lemodellezett versenypályán próbára tehetjük magunkat, köztük a tavalyi szezonhoz viszonyított új indulás és a már ikonikusnak számító Nürburgring. Azt láttátok? Az mi volt ott? Ez. Csak olyan zárójelbe. Figyeld. Hát az úgy megpördül. Igen, jön a mezőny, dír, a hátsó kerék is leszakott. Tehát a 11-be, igaz, hogy a szárny nem, de a kerekek azok aztán repültek mindenfelé, nem volt kíméletesség. Hát itt látom, Rosberg itta meg a levét itt ennek a történetnek. Gyönyörű. Mondjuk a Lotus az annyira nem. De volt törés egyébként, igen. Így aranyosan. Most, és honnan jutottunk ide? 30 évvel ezelőtt még az Activision felülnézetes Grand Prix játékával szórakoztunk Atari 2600-as. Volt ilyen. Hamar megérkeztek a sokkal élvezetesebb hátulnézetes alkotások, mint a Formula One Simulator, a Pole Position vagy a Box utcáti szimuláló pitstop. Évről évre jobbnál jobb programokhoz lehetett szerencsénk az aktuális gépeken és konzolokon, de az igazi fejlődés a 90-es évek elején indult az Accolade Grand Prix Ultimate-jével és a MicroProse Formula One Grand Prix-ével. Ebben az időben dúskáltunk a száguldó cirkuszt feldolgozó címekben, volt Psygnosis féle Formula One, Infogrames hát, amit néztünk. Grand Prix, Ubisoftos F1 Racing Simulation, Eidosos Power F1 és természetesen néhány színvonalas MicroProse Grand Prix is. A 2000-es évek elején az Electronic Arts még széles körben lehetővé tette a formegyezést, de néhány évvel később a licensz megszerzésével a Sony szinte teljesen elzárta a csapokat. Ez így volt. Fejest ugorva a legújabb F1 játékba a 2011-ben, már is egy kisebb csapatnál találjuk magunkat, mint a Lotus, Virgin vagy a Williams, és feladatunk nem kisebb, mint jó eredményekkel felhívni magunkra a zsírosabb istálók figyelmét, és megpróbáljuk minél magasabbra felküzdeni magunkat a ranglétrán. A lakókocsinkban a szokásos lehetőségek várnak, kiválaszthatjuk sisakunkat, átfuthatjuk az e-mailjeinket, vagy ismerkedhetünk az új pálya adottságaival a laptopunkon, és egy fali naptárból választhatjuk ki a következő versenyt, amin megmérettethetjük magunkat. A verseny hétvége pedig szokás szerint a szabad edzéssel indul, melyen gyakorolhatjuk a kanyarokat, vagy koncentrálhatunk a fejlesztésekre is. Az időmérőn pedig célunk a korábban megszerzett tapasztalatokat felhasználva valamelyik előkelő rajtpozíció megszerzése a másnapi nagy díjra. Most is van lehetőségünk a verseny hosszának megválasztására, de arra azért figyeljünk oda, hogyha szeretnénk baleset esetén a safety car-ral találkozni, akkor kerüljük a 20%-nál alacsonyabb versenytávol megállítottunkat. Már kapta is a penáltit Fernando. De ha már a safety car-t említettem, esünk is túl a legjelentőség teljesebb újításokon. Tehát immár van biztonsági autó, így egy olyan balesetnél, mikor sok törmelék marad az aszfalton, akkor a mezőny szépen felsorakozik a már jól ismert Mercedes mögött. Ebben az esetben is mi irányítunk egészen addig, míg utol nem érjük a mezőnyt, ugyanis ilyenkor a gép megfelelőre korlátozza a sebességünket. Ha pedig kicsúsznánk, akkor szellemautó fázisban próbálhatunk loholni a pozíciónk után. Az csodálatos. Ezt nem tudom, melyik állat találta ki egyébként. Az általában 3 körön keresztül tartó tötymörgés alatt a benzin keverék állításával spórolhatunk, és a gumik gyors hőmérséklet csökkenésének megelőzése érdekében balról jobbra cikázhatunk. Az összerázódott mezőnynek köszönhetően egy újabb esélyhez jutunk a safety car távozásakor, mivel jó pár helyet ugorhatunk előre az első kanyarokban megkockáztatott rövidebb féktávok vételével. Sajnos az AI egy-két kicsúszáson kívül nem nagyon provokál balesetet, így nem sűrünk el számítanunk biztonsági autós fázisra, de mentségére legyen mondva, hogy egy kicsit talán erőszakosabb lett, keresi a pozíciókat, és életszerűbben reagálja le a váratlanul kialakult helyzeteket. Ebben már azért nem vagyok annyira biztos, bár még ezt a modderek megcsinálták.
Az idei szabályváltoztatásoknak köszönhetően visszatért a KERSZ, és bevezették a hátsó szárny állításának lehetőségét, amivel további sebességnövekedés is elérhető. A DRS-t időmérőn bárhol, míg versenyeken csak a kijelölt szakaszon vagy szakaszokon lehet használni, feltéve ha az időjárás nem köp bele a levesbe. A szárnyítás árán és egy felgyulladó lámpa is figyelmeztet a kormányon, míg csukódás a fékezéskor automatikusan zajlik. A kinetikai energiavisszanyerő rendszer használata is végtelenül egyszerű, mivel csak lenyomva tartunk egy gombot, ha extra lóerőkre van szükségünk. Ezt a plusz energiát egy körönbelül akár több kisebb adagban is igénybe vehetjük, de célszerű kigyorsításokra, előzésekre tartalékolni. A két új technológiának köszönhetően egy teljesen új játékmenetet kapunk, mivel sokkal komolyabb koncentrációt igényel az időmérőken egy igazán gyors kör elérése, a pontosan nyitogatott hátsó szánnyal és a megfelelően adagolt kerccel. Ez már nem csak gáz és a 20 FPS-es videó azért odavág. És fékjáték precízen megkezdett kanyarodásokkal a helyes íveken, hanem tökéletesen időzített kinetikai és aerodinamikai technikák alkalmazásáról szóló taktikai harc. Hát emlékszem, mikor ligáztunk a 11-jel. Na mindegy, nem megyek ebbe bele. Az új felfüggesztési rendszer kivitelezésének köszönhetően az F1 2011-ben az autó már valós tömegként van jelen, aha, és ténylegesen érezhető a rágyakorolt fizikai erők hatásai. Ezúttal a pálya különböző felületei és egyenlőtlensége is befolyásolják a kezelhetőséget, a rázókövek is nagyobb jelentőséggel bírnak, és akkor még a szimuláció közeli dolgokról nem is beszéltünk. Egy kisebb kanyarnál is észrevenni az autó menet tulajdonságainak kisebb leszorító erőt, ha aktiváljuk a DRS-t, ha pedig egy ilyen szituációt még kerszel is megkínálunk, akkor 100% a kavicságy, rosszabb esetben a szalagkorlát. Berántotta a falba. A hivatalos Pirelli abroncsok a valóságnak megfelelően viselkednek. A szuperlágy alkalmas néhány gyors körre, de hamar elfogyasztható, ami egy agresszívebb vezetési stílus esetén minden típusra és a fékekre is igaz lehet. A futó felületnek akár látszódhat is az elgyötörtsége, szemsisedése, szóval nem célszerű minden kanyarban állóra fékezni az aktuális garnitúrát. És ezzel az a baj egyébként, hogy ez úgy 19-re meg 18-re ezek eltűnt. De erről senki nem beszélt egyébként. És akkor eddig még csak a normál körülmények közötti vezetésről beszéltünk, de mi van, ha esik, vagy ne adj Isten, szakad az eső? Ilyenkor természetesen teljesen másképpen kell vezetnünk, figyelve a nagyobb pocsolyákra, mert könnyen felúszhat a verda az aquaplaning hatás révén. Hú, de kurvára eltűnt ez is egyébként. Mert hogy se pocsolya, se tócsa, se aquaplaning nincsen. Csak egy gyönyörű, szép filter, meg egy szivacsos aszfalt, ami egy körön belül elnyeli a legerősebb monszunt is. De ez is csak egy apróság, gyerekek, tehát nem érdekes. Az eddig elhangzott újdonságok elégedettséggel töltik el az embert, pedig a Race Directort még nem is említettük, ami egy élő statisztikai rendszer a versenyek alatt. Nyomon követhetjük rajta, hogy ki milyen gumin fut éppen, hanyadik box kiállásánál tart, milyenek a köridő eredményeik, és kaptak-e büntetéseket. De ezek mellett további rengeteg aprósággal is ellátták az F1 2011-et. Elvileg egy leheletnyivel részletesebb lett a törésmodellezés, mivel már a kaszni is deformálódhat. Na hát ezt valahogy ezt a funkciót soha az életben nem találtam meg, mióta Codemasters-es F1-jel játszok, amit összeszámolhatnám, hogy hány óra hosszra, de hogy én büdös életben nem láttam el, hogy a kaszni deformálódott volna. Ez biztos valami különleges verzió lehet. És modellezés, mivel már a kaszni is deformálódhat. De meglátásom szerint ez inkább csak marketing szöveg, ugyanis én nem igazán tapasztaltam fejlődést. Immár vannak zászlókat lengető pályabírók, és a piros zászló is előkerülhet egy versenyzésre alkalmas. Azért itt a HRT-vel rendesen rendet rakott itt a monzai első kanyarba, hogy látom, nem? Hát ilyen aranyos nézitek meg megint. Meg az erő szétcsaptant úgy, hogy szétment a hátsó szárny. A piros zászló is előkerül. Jaj. Bocsánat. Nézd, itt már külön életre kelt ez a kerék. Bocsánat. Lehet egy verseny. A Force India az már csak seggen csúszva megy, igen. Ott az egyik Toro Rosso is az utolsó élet halálharcát vívja. Alkalmatlanná váló pályán.
A csapatok közötti erőviszonyok pedig a műszaki hibák terén is érezhetőek. Egy kis csapatnál nagyobb az esélye egy bedöglött Kerszre, DRS-re, Csebbátóra, vagy a szállt motorra. Márdonádó ennyi volt. Istennek kijavították a box utcás anomáliát, mivel már nem lesz annyira óvatos a nyalókás ember. Ja, és a rendszeresen random dobált defektek is kikerültek a játékból, ami tavaly az agyamra ment. Neked a random defekt az agyadra ment, öcskös. Nyalókás ember is az agyára ment, hogy elütötte. Nem elütötte, csak meglöktük a 10-be. Kivették, mert az ilyenek sírtak. Multiplayer fronton is jelentős előrelépést. Ez az idei játék. Splitscreen! 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 Új feature! Mindegy, már 10 éve benne volt, de nem baj. Történt. Az online meccseken már a teljes rajtrács fel van töltve autókkal, és ebből 16 húsfér játékos lehet egyszerre a pályán, míg offline módban osztott képernyőn is játszhatunk egyszerre ketten egy kép előtt ülve. További finomsága a kooperatív mód, amiben egy címbivel közösen küzdhetünk a bajnoki címért. Valahogy ez eltűnt. Ez az aranyosan úgy 14 után ez úgy nem kell. Helyette ez van. Tehát ha kópozni akarsz a haveroddal, kópozz, tessék. Egész pikantériáját pedig az adja, hogy még egymással is meg kell majd küzdenünk csapaton belül az első számú pilóta szerepkörét, mivel nagyon is számítani fog, hogy kikapja a friss fejlesztéseket. Szerencsére a látvány tekintetében is sikerült fejlődést felmutatni az előző részhez képest. Való igaz egyébként, hogy tényleg szebb a 11. 10 se volt pedig annyira csúnya. Valamivel részletesebbek lettek a helyszínek, jobb a bevilágítás. Hát igen. Újabb elemekkel bővült a környezet, és az esős körülmények mellett történő vezetés durvább élmény biztosít még a tap. Intel Core i5. Max beállításon Full HD-ba 27-41 FPS. Egy? Mivel? Ott az alaplap. Core i5, de te mi? Hányas sorozat? Első, második, harmadik, 11-ben? Várjunk csak. Hát az első, második lehetett szerintem. Gigbyte! A Gigbyte N26SO 896 megabajtos videókártya. Nem volt egy gigás videókártya, 896 megás volt. A Gigbyte. Oké, az Y meg az A egymás alatt van. Tavainál is. De az erősebb effektek és fényárnyék hatások jelentkeznek a gépigényben is. Mennyi RAM kellett bele? 4096 megabajt. Az túlságosan attraktív lett volna azt írni, hogy 4 giga RAM. Nem. 4096 megabajt DDR3-as 1600 MHz-es RAM kell neki. Ez olyan politikusabb, érted? Hihet, amikor oda néztem, hogy úristen, mennyi RAM kell ennek? 4096 gigabyte, vagy mennyi? Ugyanis amin a 2010 Na nézzük. Azt mondja, hogy Asus P5B Plus, úgy gyerekek, az olyan dual core-os, meg Core 2 duós alaplap, mint a dög. Igen. E6600, Jézusom. GeForce GTS 250. Hát, az szerintem ez olyan max 512 megabajtos lehetett, vagy 256-os.
pont kapott valaki egy büdös nagy penaltit. Imán futott, azon az új rész már képes 30 frém alatti értékeket is produkálni. Azért figyeljetek, itt már aki ezt írta, az már résen volt. 2 giga DDR2 RAM volt. Hoppá! Hoppá! Most pedig jöjjön a fekete leves, mivel van üröm is az örömben, ugyanis maradt néhány bosszantó dolog is a játékban. A nehézségi szintet ugyanis még mindig nem sikerült finom hangolni. Na. A normál fokozat továbbra is túl könnyű, még egy Williams-el is simán verhetjük az élmezőnyt, még a hard már őrületesen, vérlázítóan keményre sikeredett. Órákat töltöttem el a különböző beállításokkal játszadozva, hogy a feladatként kitűzött idő eredményt egy újabb tizeddel csak megközelíteni tudjam, nemhogy túl. Feladatnak kitűzött időeredmény. Szárnyolni. Ez egy hatalmas fekete pont, mivel a játék élmény teljesen tönkreteszi, a vagyonalomba fulladó körözgetés, vagy a káronkodásba torkolló órákon keresztüli újrapróbák. Hogy eldobta az üzét? A Red Bullt. Kozás. Az F1 2010-ben egy-egy futam elindítása előtt volt még időnk bevágni egy kávét meg egy krémest a horribilis töltési idő miatt. Na, hát úgy néz ki, hogy idén akár egy friss kávé lefőzése is beleférhet, mivel még többet kell várnunk, mire kigurulhatunk az istálóból. Ezzel az a baj, testvérem, hogyha nem 4096 megabájt RAM lenne benne, ami ugye 4 giga, amit mi egyébként a PC-boltba Pentium 4-es számítógépekbe szereltünk be egy gigás DDR-re 1-es RAM-okat. Már az akkor volt 4 giga RAM, nem hogy 2011-ben, ami 2011-ben még 4 giga RAM-mal dolgoztunk volna, kihanyítottak volna minket a boltból. Így is hajamat nézél, amikor hoznak ide hozzám laptopot szerelni, és akkor mutatja, hogy lassú. Azt akkor így nézem, dual core, 4 giga RAM. Mondom, ez mikor gyártották ezt a laptopot? Hát mi 2013-ban vettük. Ez igen, testvérem, jól átvertek, mondom már, ilyennel nem kéne foglalkozni. Na mindegy, mondom, jó van. Hát összességében kijelenthetjük, hogy idén cson nélkül vette az akadályt a Codemasters rókabőr ügyben, mivel az új felfüggesztési rendszerrel, a Kerszel, DRS-sel, Safety Car-ral és a többi apró módosítással, kiegészítéssel palánkra rakta a Red Bullt. Hát ezt megnézem megint. Hogy csináltad ezt, te fiú? Mivel az új felfüggesztési rendszerrel, a Kerszel, DRS-sel, Safety Car-ral és a többi apró módosítással, kiegészítéssel, mint az örömöt és csalódottságot kifejező animációk, egy teljes értékű, új és jobb F1 játékot kapunk a pénzünkért. Az irányítás is sokat módosult, már billentyűzetről is játszható, hangsúlyozom, tiszta időben. Hát ezt Agentnek nagy öröm lehetett. Esetén azonban a gázadások miatt nem egyszer forgunk majd meg, így kontroller vagy kormány az igazi élvezhetőséghez elengedhetetlen lesz. Azonban grafikailag az IGO motor már kezd egy kicsit megöregedni. Azt a kurva! Az mi? Az mi? Az mi volt? Vá. Hol van? Azt a kurva! Az mi volt? Fernando, mit repült ott? Igó motor már kezd egy... Baszki! Mi a fasz? Ez a török pálya, nem? Megöregedni. A törés modellezésével együtt... Ez megy tovább a Red Bull, bazd meg! Hát hülyét kapnék örök életemre! Kapnék egy ilyet, getz. Hogy? Hogy? Kussoljál el, nézzük meg még egyszer. Dír! És majdnem levitte a felső táblát, a szerencsétlen tényleg. A hátsó kerék az valami eszméletlen bekötési pontja lehetett. Semmi. Hú, na gyerekek, hát ez ennyi. 2011 egy tökéletes folytatás, melyben rengeteg lehetőség rejlik, ami csak arra vár, hogy mindenki kiaknázza otthon magának, és boldog győzelem itt a spercek részese legyen. Találkozunk a virtuális Hungaroringen, sziasztok! Hello! Úgy van! A Marussia!
kiszakadt a izé, kiszakadt, hogy hívják, azt még kanyarodott. Kék, nem bazd meg. Van még ilyen te? Kurva jó. Legyen már. Van! Ne! Sírok. 12. Szokhattuk, ezúttal sem maradunk Forma 1-es játék nélkül, amelyet ismét a Codemaster szállít le szeptember második felében. Hatalmas újításokra, mesebeli várakra és Chuck Norrisra most se számítsunk, hiszen szinte majdnem minden marad a régiben, de a kötelező ráncfelvarrások, javítások meg lesznek, és néhány ügyes újítást is lehet várni. Sokan kevestelték a legutóbbi rész fejlesztéseit, azonban kiemelkedő konkurencia hiány mit lehet tenni? Semmit. Amondó vagyok, hogy csopánkodás helyett nézzünk bizakodóan a jövőbe, és tekintsük át, mit lehet eddig tudni az F1 2012 kapcsán. Az az a legjobb éved volt. Talán a látvány terén történt a legkevesebb változás lévén. Ez mi a faszom? Ez mi a büdös? Ez már akkor is izé volt? Már ez akkor is divat volt? Nem már. Egyébként akkor a Work in Progress volt, az ugyanígy nézett, mikor kijött. Hagyjál már! Ugyanaz, mint a korábbi részekben, és az Ego Engine hiába szép is, jó is, előbb-utóbb már kevés lesz. Mondjuk a fények, bevilágítások és effektek terén komoly előrelép. Várjál már, ez HD, ez nem jelenti, hogy HD. Lépés volt tapasztalható a 2010-es és 2011-es kiadás között, és természetesen további finomításokat ígérnek az idei ezt. Hopp! Lekapott a fűre. Milyen lett a gumi? Milyen? Is. Igazság szerint egyből a törésmodellezés fejlesztését is ígérték tavalyra, ami lehet, hogy meg is történt, de szemmel látható eredményei nem igazán voltak. Na de se baj, majd most megmutatják. Kisebb, de látványos változásnak számít az is, hogy az eddig megismert menürendszer úgy, ahogy van a kukában végezte, helyette egy főleg a pilótákra és autókra koncentráló képernyőt kapunk, elméletileg jelentős töltésidő csökkenéssel egyetemben. Mi volt ez a hang? A fizika is ismerős lehet a veteránoknak, hiszen az irányítás megmaradt a se nem árkát, se nem szimuláció nyomvonalán. Vagyis? Simkét. Az autók kezelése azonban ezúttal sokkal könnyedebb lesz, valamint az idő. Megyünk, Dávid, mehetünk, indulhatunk, nyomhatjuk. A és a versenykörülményekre. A realisztikus és dinamikus időjárás rendszernek köszönhetően nem csak különböző intenzitásai lehetnek vagyok az esőnek, hanem még akár az is előfordulhat, hogy a célegyenesben még süt a nap, de a 8-as kanyarban már zuhog az eső. Elvileg újból átgyúrták a felfüggesztési rendszert, amihez hozzáigazították a gumik viselkedését is, mivel a kopásra egyenes arányban lesz a vezetési stílusunkkal, és a rázóköveket is ésszel kell majd használni. A realisztikusabb tapadás és gumikopás mellé az abroncsok bepiszkolása utáni letisztulási idő is bőven kitolódott. Na ez ma már nincs. Ez most meg még jobban kitolódott azzal, hogy nincs. A DRS és a KERS ezúttal ismét bekerül a kormányunkba, sőt, a fejlesztők azt ígérik, hogy mostantól még több kis baszulát nyomkodhatunk, húzigálhatunk vagy állítgathatunk a pilóta fülkében. Ez előtérbe hozhatja majd a taktikázást is, így végre mi is megtapasztalhatjuk a versenyek igazi savát és borsát, főleg, hogy játszhatunk majd a versenyre vitt üzemanyag mennyiségével, a keverékekkel és a fékerő eloszlással. Számos további újításhoz. Látod ez, Dávid? Itt a bikocsi. Az is szerencsénk lehet, mint hogy a valós köridőkhöz igazították az elérhető eredményeinket, valamint hogy nem szabad majd átlépni a fehér vonalat a box utcából kihajtva, és ezentúl a szabálytalan előzések esetén mindössze 7 másodpercünk lesz, hogy visszaadjuk a pozíciót. A safety car-ral kapcsolatos változásokról eddig nem lehetett hallani. Andrés, miről beszélsz? Én nem mondtam semmilyen nevet. A játékban szereplő csapat... Dávid, az azért lesz jobb, mert abban nincs kersz. Hát azért leszünk gyorsabbak, mert nincs benne az a több kilós szar.
Tok adatai mind a valóságnak megfelelően lesznek belőve, így aztán érdemes lesz felkötni a pelenkát, ha egy gyengébb istálónál kezdünk el ténykedni. Érdekes, hogy az interjús rendszer kikerült a játékból, így információ hiányába egyelőre lövésünk sincs, hogy mi alapján fog eldőlni, hogy a következő évadban melyik csapathoz szerződhetünk le. Lényegtelen. 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 Nem kell agent, mármint az, aki van a csaj. Nincs interjú. Nem kell. Majd ő így gondol egyet. Kész. Kivettük. Nem kell. A mesterséges intelligenciát is gatyába rázták kicsit, mivel most már nem fogjuk olyan könnyedén lerázni a versenytársainkat, és az íveket is védeni fogják oroszlán módjára. A rajtot követő első kanyarban féktávon eddig akár 7-8 pozíciót is lehetett fogni, ezt ezúttal elvileg már elfelejthetjük, így még nagyobb jelentősége lesz az időmérőn elért eredményeinknek, mivel nem tudunk majd az ügyes rajtolással javítani. Hoppá! Opa. A játékmódok terén is megkapjuk a szokásos lehetőségeket, de azért itt már akadt pár új fecske, amelyek nyarat ugyan nem csinálnak, de legalább erre kóboroltak. A virtuális Forma 1 világában most belépőknek készítettek egy Young Driver tesztmódot, melyben megtanulhatjuk majd a vezetéssel, valamint a szabályokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A játék folyamatosan adatokkal, tippekkel és tanácsokkal bombáz, úgyhogy érdemes lesz belekezdeni, már csak a finom hangolás kedvéért is. Kapunk még egy Champions módot is, ahol a világbajnokokat kell majd fokozatosan lenyomnunk. A hét versenyen különböző kritériumokat teljesítve kell majd Buttont, Hamiltont, Alonsót, Schumachert, Raikkonent és Vettelt magunk mögé utasítani, szóval szép kis kihívás elé nézünk. A hat bajnok. Alapkövetelménynek számít, hogy a helyszínek teljesen megegyezzenek a valódi aszfaltcsíkokkal, és természetesen ez most sem lesz másként. A versenynaptárban szereplő összes pálya megtalálható a játékban, így aki erre izgul, az garantáltan örömét leli majd a körözgetésben. Mi befogadjunk, amely megnézzük, ugye itt is kín van a kedvenc mondatom, amely megnézzük, Kínában mi befogadjunk, hogy nincs leaszfaltozva a Hamilton féle boxbejárat. Ide a rozsdásből költ, hogy nincs leaszfaltozva. Pedig már ugye 8-ba le volt. Tehát az F1 2012 kevés újdonsággal ugyan, de töretlen lelkesedéssel igyekszik újra meghódítani a Forma 1-es rajongók szívét. A kisebb módosítások mind-mind jónak tűnnek, de hogy ennyi elég lesz a sikerhez, az már más kérdés. Bárhogy is legyen, a játék szeptember 21-én megérkezik a boltok polcaira, és hogy addig se unatkozzunk, tessék leporolni a kormányokat, mivel hamarosan újra felbőgnek a virtuális ménesek. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Gyerek. De egy 13-asot is csak. Azt nem mond, hogy nem csináltak róla. Nem akarom elhinni. Létezhetetlen. Be kell írni. De, van. Nagyon jó. Még egyre rövidebbek mondjuk. Competing in arenas that have stood the test of time, where glory and failure are separated by fractions, where victories are rescued from the jaws of defeat, this is where history is made. This is Formula One. Szeretettel üdvözlünk mindenkit! A Codemasters idén sem hagy minket Forma 1 nélkül, ráadásul a készítők ígérik, hogy a korábbi epizódok idegesítő hibáit is orvosolják a meg annyi újdonság mellett. Az F1 2013 tehát egyen nagyobb fokozatba kapcsol, a megújult látvány és belőle minden, hiszen a srácok a régi idők hatalmas versenyeit is visszahozzák nekünk a képernyőkre, méghozzá olyan pilóták társaságában, akikről még az is hallott, akik szerint a Forma 1 csak egy képzőművészeti kifejezés. Modellezésre, ráadásul ezeket az idei évre tovább csiszolták, de ez már alap. Elvégre furcsa is lenne, ha Monakóban a Sandalwood vagy Raskas jobb kanyarok ezúttal balosak lennének. Hát ez nagyon vicces volt.
A tartalom tehát bőséges lesz, ráadásul újra matyiztak a felfüggesztési rendszerrel és az irányítással, ahogy a szabályrendszeren is igazítanak, ami a tavalyi változathoz képest talán kicsit toleránsabb lesz, teszem azt nem minden levágást fog szándékosnak ítélni a gép. A fejlesztők megígérték, hogy ezúttal jóval okosabb ellenfelekkel nézhetünk majd farkaszemet, akik olykor még a fékpedálra is rátaposhatnak, így kerül vele egy komolyabb piruettet. Ha már... Hát ez megint valahogy kikerült egyébként, ugye későbbi idők során. Már szóba kerültek a pályán bemutatott keringők, az ígéretek szerint idén jóval komolyabb fizikával számolhatunk, sőt állítólag a tavalyi részben látott meglehetősen gyenge törésmodellezés is frissítésre kerül. Mostantól tehát minden úgy törik, csapódik, gurul, szakad és esik szét, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Egyébként az a legnagyobb baj, hogy valamit nem tudom mit mókoltak. A Steam-es verzióban gyerekek nincsen üzemanyag állítási lehetőség. Tudom, hogy hogy csinálták. Főleg, hogy ezeket minden évben elmondják az aktuális rész kapcsán, és a végeredményettől mindig jóval távolabb áll. A fejlesztők szerint a multiplayer sem marad a régiben, visszatérnek a már jól ismert játékmódok, azaz nyomulhatunk kooperatívban, vagy akár egymás ellen is, méghozzá jóval könnyebben, mint korábban bármikor. Ez leginkább a részletrendszernek köszönhető, ami már jelesre vizsgázott a Grid 2-ben, így valószínű, hogy itt is meg fogja állni a helyét. Reméljük, lagok sem tarkítják majd a futamokat, mert nincs is rosszabb annál, mint mikor egy versenyző társunk ide-oda teleportálgat előttünk. Hát, Dávid! Erről tudna mesélni egyébként, de lényegtelen. A Codemasters tehát fogta, és akkor lassan már egy teljesen korrekt kis Arcade F1 szimulátor keverékkel lehet majd dolgunk. Arcade szimulátor kotyvali. Öröm a klasszikus versenyzők, kocsik és pályák feltűnése, de a résznet támogatás és kellemes órákat ígér a bukós isak szerelmeseinek. A lámpák tehát már égnek, csak aztán nehogy a rajtrácson ragadjunk. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Október 4-én jelent meg. Most se bántam volna, akkor jön. Jaj, gyerekek! Tizennégyre már változott. Azt a kurva! Megint itt vagyunk, mert már megint száguld a cirkusz. Nincsenek könnyű helyzetben az angol srácok, elvégre úgy kellene a Codemastersnek egy autósport... Tényleg ez PS3-ra jött. ...egy újabb, jobb és tartalmasabb kiadást, hogy maga a Formula One szinte semmit sem változik. Bár az előző év hozott néhány reformot az F1 életében, sajnos mégis az a furcsa helyzet állt elő, hogy egyre jobban érződnek az F1 2014-en a kényszerfejlesztés jelei. A mondó vagyok, pattanjunk is kokpitbe, és lássuk, hogyan repesztenek az új verdák. Gyorsan le is futnám a kötelező köröket, száguldjunk át az újdonságokon. Az elmúlt szezonban történt pár komolyabb változtatás a száguldó cirkusz életében, melyek olyan mértékben hatással kellene, hogy legyenek a videójátékra, hogy senkinek fel se tűnjön a Young Driver Test és a klasszikus pilóták, pályák és futamok elmaradása. Az előbbi sokaknak nem fog hiányozni, és amúgy is van helyette Evolution Test, ami egy kör alatt felméri a teljesítményünket és nehézségi szintet ajánl hozzá, azonban a retro tartalom után tuti, hogy akadnak majd fájó szívek. Hiába, biztos nem jutott elég idő extrákra, elvégre az új aerodinamikai kialakítás, az átalakított fék és erővisszacsatolási rendszerek, valamint a V6-os motorokból fakadó megnövekedett nyomaték adtak elegendő munkát a fejlesztőknek, arról nem is beszélve, hogy elvileg új fizikát, felfüggesztési rendszert és irányítást is kaptunk. Tovább... Most ez hol van? Most ez komolyan ki lett pofázva azzal? Ott a poszter. Nekem van poszterem. 2014. 10. hó 17. Most komolyan. 7 hónap alatt. Megvolt a 13. 7 hónap alatt ahhoz, hogy 14-et csináljanak belőle. Ennyi sikerült. Mi változás, hogy a Kerszből ugye ERSZ lett, így már ezzel sem kell foglalkoznunk vezetés közben, de legalább még a DRS-t azért még nyomogathatjuk.
A játékmódokon is átszaladhatunk, mérhetünk időt, gyakorolhatunk, a Grand Prix név alatt sima versenyeket futhatunk, míg a szenárió módban különböző feladatokat kell teljesítenünk, és ott van még ugye a karriermód is. Újdonság, hogy már bármelyik csapatot választhatjuk, így már nem kell évről évre feljebb kapaszkodnunk, és indíthatunk rövidebb 7 és 12 futamos szezont is. Elméletileg... Ez már ilyen Covid kiadás volt. Most is korrigáltak a fizikán, a felfüggesztési rendszeren és az autók vezethetőségén, de nagy különbségeket én nem tapasztaltam az F1 2013-hoz képest. Talán a nagyobb nyomatéknak köszönhetően kicsit virgoncabbak a vasak, a gumikopás, mintha nagyobb... Nagyobb nyomaték... Az meg 8 másodperccel lassabb köröket mentek. Milyen nyomaték? Átmenettel jelentkezne, pályaelhagyásnál lassabban tisztulnak le az abroncsok, viszont a gépi intelligencia még mindig felemáson dolgozik, ráadásul a büntetéseket is sokszor idióta módon szórja a rendszer. Hát ebben nem volt változás. Még a lepattanó oldaldoboz, ha jön Hamilton. Hamilton sérthetetlensége, lepattanhatatlanság az már itt is megvolt. Hiába az erőszakosságnak ára van. Irányítás, kontrollerrel és PC esetében billentyűzettel is teljesen használható, de azzal azért számolnunk kell, hogy kontrollerrel szabályozhatóbb a gázadás, ami egy kopott gumis kigyorsítás esetén nem egy utolsó szempont. Ez egy gyönyörű monakói bevétel volt. Audiovizuálisan hozták azért az elvárható szintet, itt vannak az új külsejű verdák, amik hangzásban is igazolnak a megváltozott valós körülményekhez, és persze a jellegzetes motorhangok, kattogások, cicenések, kelepelések is megvannak, így felismerni az egyes csapatok autóit. A pályák, köztük ugye a két új helyszín is, a Sochi International Street Circuit és a Red Bull Ring mind nagyon kellemesen festenek, de legyünk őszinték, az új gépek árnyékában nem lehet teljes az örömünk. Főleg látva a box utcákban a kicsit darabosan animált csapat, tagokat, az istálóban a balta arcú szakembereket, na meg a teljesen lelketlen, műanyag tekintetű versenyzőket. Ezért is próbáltuk ki az előző generációs PlayStation verzió mellett, hogy hogyan muzsikál a PC-s kiadás. Az addig rendben van, hogy a személyi számítógépeken több részletet kapunk, paraméterezhetjük a grafikát, de hogy a Grid Autosporthoz képest butítottabb látványt kapunk, azt nem tudjuk hova tenni. Nyilván köze van a tavasszal érkező jelen generációs változathoz, de erre akkor se tudunk magyarázatot találni. Az bizony láttunk már többet és szebbet. Most akkor mi van? Büntetik a PC-s burzsulyokat? Kihagytuk eddig a több játékos módot, de különösebb újdonságokkal az sem szolgál, a helyi osztott képernyő mellett online 16 fővel is versenyezhetünk, persze fullos rajtács mellett. A résznet igyekszik a lehető legjobban végezni osztott képernyőt, annyira, is hogy a liga támogatás révén még klubokba is beszállhatunk. Ezzel pedig ki is tárgyaltuk az F1 2014 lehetőségeit, amiből bár egyre kevesebb van, azért még mindig élvezetes a hibáival együtt. Hát ennél azonban viszont semmi több, nagyon végjáték szaga van a dolognak, már a PC-s verzión is érződik, hogy vissza van fogva az előző generációs konzolok miatt. Évről évre hol jobb, hol rosszabb módosításokkal próbálkoznak, extra tartalmak jönnek-mennek, szóval itt van már az ideje egy igazán ütős virtuális F1 száguldozásnak. Ez mondjuk tavasszal remélhetőleg be is fog következni a jelenlegi konzolos verziókkal, addig pedig a türelmetlenebbeknek be kell lérniük ezzel az F1 2014-gyel. Hát bejött. Köszönjük a figyelmeteket! Sziasztok! Csodás volt a 15. 6,9-et kapott. Peggy 3-os. Beszarás. Beszarás. Komolyan. Nem gondoltam, hogy kiégetem magam estére ezzel. Üdvözletünk! A száguldó cirkusznak végre megérkezett az első igazi jelen generációs verziója, ami egy teljesen új játék érkezését vetített előre, hiszen az IGO Engine 4.0-nak köszönhetően nem csak a látvány, de vezethetőség, fizika és prezentáció terén is komoly előrelépést vártunk. Az F1 2015-öt belökve PlayStation 4-ünkben rögtön felkínálja a szezon választásának lehetőségét, ugyanis a 2015-ös mellett a 2014-esen is végigroboghatunk, az arra jellemző szabályokkal, csapatfelállásokkal,
állatokkal és helyszínekkel. Ez így kétségtelenül jól hangzik, viszont a korábbiaknál jóval szegényesebb a játékmódok felhozatala, mivel időre történő gyakorlás és egyszerű gyors versenyek mellett mindössze egy pro-season lehetőséget kapunk. Ez utóbbi egy olcsó húzás, elvégre csak annyiról van szó, hogy a hardcore játékosok elindulhatnak a lehető legkeményebb ellenfelekkel, minden segítség nélkül teljes versenyszimulációkon kokpit nézetből. Érdemes kipróbálni, de csak nagyon kevesek fogják veszenni azt a rengeteg időt, ami a siker eléréséhez kell. Ez így van. A Codemasters ezúttal belenyúlt az alapokba, szóval a V6-os turbo motorok teljesítményét valóban érezzük ezúttal, ami annyit jelent, hogy a kezünkben lévő kontroll sokkal életszerűbb és melósabb, mint korábban. Már száraz aszfalton is megbüntet a csutkagáz, az 5. fokozat alatt oda kell figyelnünk a kigyorsításokra. Esküszöm, Seb Bahrain benne bazzog, mint a 19-ben, nézzétek meg. Főleg a kanyarkijáratoknál, mert megvadulnak a paripák. Sikerült megfelelő irányítást alápakolni az F1 2015-nek, a komolyabb kanyar kombinációkat is könnyebben tudjuk már abszolválni, ha a féktávokkal és az ívekkel zöldágra vergődtünk. Érezhető változásokat érhetünk el a beállítások módosításával is, amiből a kezdők kapnak 5 különféle egyszerűsített választható sablont, de a futamok közben is tudunk bizonyos módosításokat végrehajtani, amik valóban hatással lesznek autónk viselkedésére, menet teljesítményére, ráadásul a gumik is megkapták a maguk is viselkedés fizikájukat. A mérnökünk folyamatosan hasznos tanácsokkal lát el a verseny alatt, és mi is kérhetünk szóban tanácsokat. A szabálytalanságokat, levágásokat, időbüntetéssel jutalmazza a rendszer, már amikor észreveszi, így számoljunk a végső besorolásnál a plusz másodpercekkel is. Multiplayer módokból kapunk jócskán, azonban a matchmaking lassú és nehezen hozza össze a futamokat, ráfér még a polírozás. Ez így is maradt, mert értelmetlen fos volt, én nem is értettem annak a multiplayer menüjét soha. Azt tudtam, mi a beginner, meg mit tudom, ilyen hülyeségek voltak. A gépi intelligencia harciasabb lett, de közel sem okosabb, sőt olykor idegesítőbb a durva lögdösödések miatt. A kerékcseréket pedig még mindig totális spontanitás. Ez így volt, Krisz, tényleg így volt. Rendszerűen vezényli le a futamok során, ez pedig maxi életszerűtlen. A körítés tényleg egészen új generációsnak hat, a száguldó cirkusz szinte megelevenedik a nappaliban, és nem csak a hangulatos bejátszásokról van szó. Az istálóban gubbasztva a verdában a versenyadatokat megnézhetjük az elénk vigyeztett monitoron, nyomon követhetjük a többi pilóta köreit, ellesve az egyes kanyarok trükkjeit, míg a beállításokat a mérnökünktől kapott tableten variálhatjuk. Piszkosul hangulatosra sikerült ezt a részt megalkotni, ahogy ezúttal már a grafikai megvalósítás is komolyabb előrelépést tanúsít. A helyszínek alaposan kilettek dolgozva, Monakóban minden jakta helyén van, ráadásul most már részesei lehetünk a díjátadó ceremóniának és pezsgőzésnek, elvégre minden pilótát lemodelleztek. Jó, persze, érezzük, hogy lehetnének részletesebbek is. Fernando. 15-ben volt tényleg akkor először ilyen ceremónia. Életükbe kis a modellek, valamint a nappali versenyek is kevésbé látványosak, mint az éjszakai vagy az elsős etapok. A dinamikus időjárás... Azt akkor az a fény mind... Á, gyerekek, ez ezerszer szebb, mint a mostani. ...járás változás üdítően hat az F1 2015 megítélésére, arról nem is beszélve, hogy brutális fényhatásokat tapasztalhatunk az éjszakai futamokon, ami kiegészülve a dinamikus napszakváltozásokon fergetegesen látványos next-gen élményt nyújt. Ezeket az effekteket látva érezzük, hogy komoly előrelépés történt vizuális téren, a tükröződések, csillogások, fényvisszaverődések élethűséggel és jól elkülöníthető anyagmintákkal szolgálnak a játékosok látószervének kényeztetésére. Kár viszont, hogy az autók törésmodellezése a leszakadó kerekeken és szárnyakon túl nem mutat, egy frontális ütközésnél gyűrődhetne kicsit akaszni. Nem kell az. Most pedig vegyük le a keresztvizet a játékról, mert már a megjelenés előtt valami furcsa negatív marketing vette kezdetét, ugyanis előtték a fejlesztők, hogy csak a jövőre érkező részben lesz rendes karriermód. Most egy új generációs, látványos, de kicsit minimalista kérdéshoz, ami a jövőre nézve ugyan bizalomgerjesztő, elvégre közel másfél évük lesz arra, hogy tovább polírozzák az F1 2016-ot és rendesen megtöltsék extra tartalommal, elvégre most se osztott képernyős opció, se
sincsenek klasszikus versenyek és pilóták, sőt, még Young Driver test sincs, ja, meg Safety Car se. Viszont van közel 60 FPS, ami olykor kicsit ugyan megbicsaklik, de legalább konzolokon élvezhetően fut, nem úgy, mint a szörnyűséges PC-sportolás, ami rengeteg hibával bír, mondjuk PlayStation 4-en is előfordult, hogy nem indultak el az autók a rajtrácsról. Egy kis bugjavítás, mesterséges intelligencia polírozás, meg matchmaking tunibolás, hogyjával. És egészen rendben lesz az F1 2015, még ha kevésbé tartalmas is, mint elődei. Valahol el kell kezdeni, az alapok egészen bizalomgerjesztőek, majd évről évre nagyobb, szebb és jobb lesz. Addig viszont tessék türelemmel lenni. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Oh, gyönyörű! Nagyobbat kapott, mint a 14. Úristen! 15. 7. hó 10. Players 1.16, Peggy 3-as ez is, 7.4-et adtak. De kurva. Ájja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 jj. Gyerekek, gyerekek. Nagyon, nagyon kezdek a kiégetés felé szállni. Jaj, hát ezt ki ne hagyjuk, gyerekek, hát itt majdnem kimaradt egy fő lényeg, ami bebukott. Ami bebukott még 12-ben. Üdvözletünk! Egy szomorú alkalom adott apropót ezen bemutatóra, ugyanis az F1 online többet már nem érhető el. A gyatra érdeklődés hatására az ingyenes száguldó cirkusz lehúzta a rolót, az istálókból többet már nem száguldanak ki a paripák. De sírás-rívás itt már nem segít, így kezdjük ott, mikor is a Codemasters megkaparintotta a Formula One jogokat, majd rögtön neki is fogott annak maximális kiaknázásához, így 2012. június végén mindenki számára kinyitotta kapuit a teljesen hivatalos F1 Online. A koncepció az egyre nagyobb teret hódító free-to-play modellt használta, magyarán egy regisztrációt követően csupán a böngészőből futtatva már kezdetét is vett a játék. Olyannyira free-to-play volt, hogy tényleg minden lényegesebb dolgot elérhettünk korlátozás nélkül, mindössze az autónkat, bukósisakunkat, egyedibbé tevő festéseket, matricákat kínálták pénzért, valamint a hivatalos csapatok korlátlan elérését és a különböző fejlesztéseket, építkezéseket gyorsíthattuk fel Codemasters pontokra beruházva. Adjában! Építkezést, valamint fejlesztéseket említettem, és nem véletlenül. Itt a versenyzés mellett a játékidő nagyobbik felét tették ki a menedzseri feladatok, mivel a játék a saját csapatunk megalkotásával vette kezdetét, pontosabban az autónk és a sisakunk megtervezésével. Ezt követően pedig nekifoghattunk az igencsak összetett rendszerbe való beilleszkedéshez, mivel el kellett kezdenünk a fejlesztéseket, amihez ugye pénzre volt szükség, melyre a versenyek teljesítésével tehettünk szert. Most zárójelben megjegyzem, hogy ezt most valamelyik okos előkaparta, és ugye ezt most a 20-ba úgymond, a 20-ba ez most bekerül, ugye? Hogyha már így kidobták ezt a projektet, ez lesz most idén, ugye ez a mód, csak ugye nem felülnézetből fogsz menni egyértelmű, de gyakorlatilag ez már egy kész modell volt 8 évvel ezelőtt, ezt beaplikálják most a 20-ba, azt most mindenki veri a faszát, hogy oaj, mekkora újítás, azt itt van, tessék, csak akkorát bukott, hogy senki nem foglalkozott vele, de nem baj, eltelt egy kis idő, azóta már felnőtt egy generáció, senki nem fogja észrevenni a különbséget. Na. Az alapfejlesztéseket hamar letudhattuk, és a következő osztályok megnyitásához már újabb épületeket kellett felhúznunk, melyek a kutatási, fejlesztési, kereskedelmi és játszottam, a kapcsolatos tevékenységeket elvégezve újabb alkatrészeket tettek elérhetővé, feltéve, ha megvolt a megfelelő szintünk hozzá. A szintlépések XP gyűjtésével váltak elérhetővé, melynek növekedését a jó helyezésekkel vagy a kitűzött célok teljesítésével érhettük el, mint például X verseny megnyerése egy adott osztályban, esetleg egy bizonyos köridő elérése időmérő futamon. Az építkezéseknek fix munkaerő igényük volt, melyre adott számú munkásunk állt rendelkezésre, így jól meg kellett gondolnunk, minek is fogjunk neki először, ráadásul minden épület felhúzása és a fejlesztések is komoly időintervallumot öleltek fel, így nem voltak ritkák a többnapos beruházások sem. Mondjátok azt, hogy mindenki, aki most itt van,
szarrá fog égni, hogyha tényleg kajak egy az egybe, ezt így fogják és belerakják, bazd meg, a mai, vagy a mostani játékba. Ez mind blow lesz, hallod, agyrobbantás. A versenyeket először nem tudtam elképzelni, hogy hogyan fognak működni egy Micro Machine-szerű játéknál. Elvégre is a Forma 1 a féktávokról, megfelelő íven vett kanyarokról és a kigyorsításokról szól, üzemanyagbeosztási, gumikímélési, valamint kersz és DRS taktikázás mellett. Mindezek ellenére azt kell, hogy mondjam, tisztességesen sikerült megalkotniuk a játékmenetet, melynek egyik kulcsmatja a formabontó irányítás volt. Elsőre talán furcsa, de roppant egyszerű és működőképes, ugyanis az egérrel kanyarodhattunk. Gázadás és fékezés billentyűkkel is történhetett, de az egér két gombja is betöltette ezt a funkciót, így a hajtű kanyarokra rákészülve, megfelelően helyezkedve, időben fékezve, az egér segítségével megadhattuk a fordulás irányát, és tökéletesen vehetünk minden kanyart, ha már kiismertük a pályát és az autónk tulajdonságát. Tökéletesen vettem. Kezdők akár a vezetési segédleteket is alkalmazhatták, mint a fékrásegítés vagy a kanyarjelzés. A kersz beosztásával könnyen tudtunk lopni néhány pozíciót, de még a DRS használatára is nyílt lehetőségünk. Az autók csak kisebb kölcsönhatásban voltak egymással, így szándékosan kilökni nem lehetett a másikat, de elvégre is ez nem erről szólt, hanem az összpontosításról, képességeink kihasználásáról. Ha elszámítottunk egy kanyart, a fű, kavicsás, koros szakaszok komoly sebességcsökkenéssel jártak a rövid 3-5 perces izgalmas futamok során, azonban sok helyen ki lehetett használni a bukótereket, de a túlzott rázókő használatot, vagyis a levágásokat már büntette. Gondold el, Dávid, ezt most a izével, az idei játékkal Franciaországban, ott nem szédülnél, ott beokádnál. A menedzseri tevékenységeket a Team HQ felületen végeztük, míg a versenyeken való indulást a RaceHub menüpont alatt tehettük meg. Utóbbinál tudtunk egyébként bajnokságokra is nevezni, melyek több versenyes, pontrendszeres futamok voltak komolyabb jutalommal. Ezeket nem tudtuk egyhuzamban ledarálni, ötletesen naponta csak egy versenyt rendeztek. Ebben az említett két menüpontban töltöttük a legtöbb időt a saját csapatunk ranglétrán való feltornászásának érdekében, azonban volt még egy lehetőség, amit meg kell említeni, pedig a Formula One megnevezés alatt. Ez rejtette a hivatalos versenyeket a nagy csapatokkal, ez amolyan külön játékmódnak számított, ahol egyszerre csak három csapat volt aktív, de időről időre változott a felhozatal. Mindegyikkel 7 feltételt teljesítettünk, hol könnyebb, hol pedig nehezebb, több időt igénylő kihívás várt ránk. Tökéletesen megfelelt egy kis kikapcsolódásra, míg a csapatunk éppen egy új szárny megépítésével volt elfoglalva. Az izometrikus, változatos kamerállás hangulatos, ez a lesz. Grafika pedig egy ingyenes játékhoz mérten kifejezetten tetszetős volt, ami a hangokat is jelentette. Ez lesz. Sajnos lagok néha belerondítottak egy-egy menetbe, de rendszerint csak az ellenfelek ugráltak össze, sírni fogtok. Annyira nem befolyásolta a mi futamunkat. Sírni. Kezdetben nem volt ritka, hogy a 24 indulóhelyes rajtrács tele volt versenyzőkkel a világ minden tájáról, de aztán szép fokozatosan elhagyták a tulajdonosok a csapatokat, és csak hébe-hóba tünedeztek fel a pedokka környékén, ez pedig oda vezetett, hogy a Codemasters bejelentette a játék bezárását, ami 2013. május 7-én volt esedékes. Sajnos az utolsó héten már nem volt ritka, hogy várakozni kellett, míg a rendszer a futam indításához szükséges minimális 4 főt összevadásza, a bajnokságokon indulás pedig szinte már lehetetlen volt. Így utólag már fölösleges felelősöket keresni, de én azt gondolom, hogy a fejlesztőknek mindent meg kellett volna tenni a játékosokért, akciókat hirdetni, rendszeres külön díjazású versenyeket rendezni, vagy akármit, amivel fent tudták volna tartani az érdeklődést. Számomra nagyon fog hiányozni ez a remek kis alkotás. A birodalmunk építése, csapat és képességeink fejlesztése, az állandó harc az előrébb jutásért és a felüdülést biztosító felülnézetes gyorsfutamok órákra képesek voltak magukkal ragadni. Egy újabb, ingyenes játék szép emlékével lettünk gazdagabbak. Figyelj, tesó, most fizetsz egy 20-ast, eltelt 7 év, ezt nyomhatod, nem lesz ezzel baj. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Nem kapott pontozást. De így van, nekem itt van a tokba. Egyébként. A F1 2012-es tokba volt hozzá kódom. És én is azért tudtam egyébként, hogy ez létezik. 12.6.19. Hát ennyi.
ez valami durva lesz, ez lesz tényleg benne, bazd meg. Sírni fogok. Sírni. Nem, ahogy a 16-ról nem csináltak. Ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Nem csináltak a 16-ról. Nincs után, a többi itt van. A többi megvan. 16 nincs meg. 17 itt van. 17-et még úgy megnézném. Vagy 17-et? 16-ot megnézném azért, hogy ekkora újítás jött. Vagy letiltották neki? Olyat raktak fel bele. Mindjárt megnézném. Nincs fenn neki. Nincs fenn. Hát akkor. Legyetek üdvözölve, kedves nézőim! A Codemasters ügyesen építkezett a múlt évi minőségi alapokra, és sikerült egy még teljesebb, még élvezetesebb és még tartalmasabb F1 szimulációt produkálniuk. Megváradtak a brit kóderek, de minden évét megérte a várakozás. A Codemasters fejlesztőinek végre a múlt évre sikerült megtalálniuk a Formula One videójátékos adaptálásának a módját. Na de akkor kezdjük is a menüpontokkal. Ez milyen mondat? A Grand Prix, a Time Trial, a Championship és a Multiplayer menüpontokat nem kell bemutatni, megjelent azonban pluszba az Event opció, ahol minden héten részt vettünk egy online megmérettetésen. A lényeg azonban az egyjátékos lehetőség, azaz a karrier mód, nem volt tényleg szép. Baromira eltalálták az összetételét. A képességekre építő vezetési modellel megáldott versenyhétvégéket apró menedzser funkciókkal színesítették, ami varázslatos eszenciát érett össze. A szabad edzéseken a mérnökeink által megszabott feladatokat teljesítve a megszerzett pontjainkból kezdhetünk neki az autónk fejlesztésének, amit egy részletes R&D fejlesztési fán költhetünk el. Négy fő kategóriában adott ideig tartó munkafázisokat indíthatunk, és ha a kasznin vagy a futóművön végzünk fejlesztéseket, akkor csökkenthetjük az autónk súlyát, vagy javíthatunk a gumikopás mértékén. Ha a hajtáson, vagyis a motoron kezdünk dolgozni, akkor az üzemanyag fogyasztás és motor teljesítmény terén érhetünk el javulást, az aerodinamikát piszkálva a DRS és leszorító erőkében járhatunk hasznosan, míg ha a tartóság részletre úszítjuk rá mérnököket, akkor az alkatrészeink meghibásodását és kopását tudjuk kárba isletetni. Ezzel a húzással és az alkatrész limit játékba illesztésével értelmet nyert a szabad edzés, ráadásul a különböző gumikhoz rendelt feladatok teljesítésével fel is készítenek a versenyekre, megtanuljuk az ideális íveket. Ó, gyerekek, ezeket még komolyan mondom, még hallgat. Rossz. Ez szörnyű. I've only played 2 hours ago. Ci manchi tu. Cosa? Chi tu? Non sei entrato. No, no, ci sono. No! No, la Red Bull l'ho preso! No guys, we need to check. No. Sally, welcome to my team! No guys, I can't honestly. We can leave, like, make a new lobby. Sorry. I'm very sorry, guys. Should I make a new lobby now? Red Bull Bowl. You're listening to Red. Csak a Fekete Dani videó, gyerek. Azok. Minőség.
Oh, that's a copy paste of Verstappen, and oh no, no, there's someone else in the fight. Otherwise, I will have copy and paste Verstappen. What happened, guys? I'm just going for it, guys. No! Oh, thank you. Thanks. Safety car. No, bro. What do you mean, safety car? I'm in the lead. It was at this moment that he knew he fucked up. Albon. Albon, I was in a fast lap. I'm sorry. Oh my god, I don't care who is behind me. I just went backwards into the pits. Betolatott a boxba. There's no way you are not hitting the walls because. No, me, back. I swear you, I'm not hitting the wall. No, I did. Surprise! Hogy néz ki, gyerekek, Bahrein, nézitek már! Oh my goodness! That was the launch of my life! Ugyanúgy eldobta, hogy én. 360. Done. Gentlemen, a short view back to the past. My god, put the time! Nice job. Huh? Oh, sorry. Shit. My screen is wrong. guys, let's try to do a serious qualifying, even though we'll be slow. Okay, fine. Alebona, don't be so sure of yourself. Yo, guys, let's talk. This is a hard to get used to, man. Hát ezek Albonnal, hát nagyon bolondok. This is so serious. I'm going to meet you for this is horrible. For the first lap. This is how I qualify. Thibaut. Úristen, hogy néz ki Bakrén, gyerek. Yeah. I know. No, that's a mess. I'm retiring for rest of the world, guys. I have a new infection. Honestly. What is going on? Help me, man. I'm gonna go. George, you're okay. Oh, race control, I'm not happy with my creative driving. Did I go for it? Did I send it? Or did I don't did it send it? Oh, send it! Alex, you just sent it on me! No, come on! Yes! Yeah. The biggest dice I've ever seen! Can we Does it go down the back straight, starting the lap? Ooh, look how early I put the DRS on. You know, he's probably... Thibaut is taking the slipstream! Wow, you break so late on! Okay. Maybe. Maybe that's that. Úristen. And that's only 2/10 of what I've done before. I mean, oh my god, it's horrible. No, it's okay, Lewis isn't behind you. No, they are. You can break normally. Nincs mögötted. Locks up, 2.5 behind. Leclerc locks up, goes through the chicane. I mean, I'm 2/10 quicker, but that's not enough. Oh no. He need a massive last corner. Oh no. That's a mistake from Leclerc, and I'm pitching. Look, the braking lane. Wow! That's impressive, right? Just behind you. Oh no! Ah, no. Hold on, what are you doing? Push me, guys, push me! Kitolt a fókot! Oh, die, Alex, come on! Thank you, guys. Beautiful. Alex! Absolutely chopped your brother there. No. Why is it?
Tsunoda. To a link. Otherwise, if any of my oh my god, my tires are dead. Nothing left, guys. His tires are dead. Oh my god! Oh! Oh shit, what no. What is he doing? Who was that? Who was that? Wait. Oh! What? Lando, you crashed into someone, right? How do you have so much power, man? That's Ferrari for you. Look at it. FAA haven't looked into it well enough yet. And watch for traffic! Úristen. Prost. Mm-hmm. Oh, I'm just dropping down the pack here. Guys, I've got no idea how you are 1 second quicker. Yeah, me too. You guys, I'm 1.5 off. Okay, guys, race. Let's not be silly here. Wait. It seems like the FAA have the oi books. Wait, but what's going on there? How can the gap be too big? So big? I can't understand, it's honestly. Corner cutting, bro. It's like you remember last year when we arrived in Kota and Ferrari were much slower. All of. Oh, Antonio Giovinazzi. Don't say it was oh, Giovinazzi. Oh, in Italia sono diverse le regole del safety car. Come on. I didn't do it that time. Yeah, sure. Wait me. Oh. Okay. No. I'm not here. Safety car. Oh, dai. I cannot. That's the last lap. What a disaster. We're gonna get a podium finish. No! Oh! No! Anto! Oh, Antonio Giovinazzi! We definitely need a steward. Antonio Giovinazzi! Ez három pöttyegyben. No. Oh my god. Yeah, I can't because I will not to kill you. My Benyinyil. Guys, Luca, you hit me every time today. If I don't avoid that, he's just going straight to my car. Honestly, what are we doing? Racing or ping pong? Nézd meg, nyomják az F1 intrót. Luca is so quick. A few moments later. That was awesome. But it's fast. What, to cut the whole corner? Ah, so he's cutting. No. Well, no. I think. Oh. Kizenötös kör. Oh my god, he's so quick. Mi? Yes. The intro is too long. 15 seconds. Oh no. Oh no! Oh my god! Is this a joke? This is a joke! Oh my god! They made me jump! This is a joke! This is a joke! No! Oh, go left! Left!
Left! Left! Oh my god! Man, I rolled it! Euro trackolnak, bazd. A huge one. Get the horn on. Horn. Right, I'm putting the four lights just for safety. Maybe the wind. Szia, Dávid. Well. Are you okay? Ezt megnézzük, utána én is pedig. This has been one of the best moves of my career. Oh my god, did you see the move? Attenzione alle gomme, non dimenticarti dello stato delle gomme. Il distacco dal tuo compagno di Well, I will. What racing? I'm a safety car now. If Alex didn't have his problems in the straight line, BP1. Thanks, man. Oh my god, this is frustrating me so much. No, no, what was no, no. What was that? Did you shit on yourself, Alex? What? What? What happened? What is that? What? 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 Oh my god! I'm trying to. Did you shit? Did you shit on yourself? I'm crying! What was this noise, Alex? Does that remember you some part of this year? I am stupid. Hogy belenézett a kamerába? But I'm on a game, so we'll just do flashback. Flashback. That's fine, that's better. Let's try to avoid this time. I wish there was flashback also in real life. Na bassz meg. Ez milyen állatság? So, here you go, guys. This is... Oh my god. I've never looked so good. Look at this dude. Tomorrow. I'm drifting! Is there other more cats? Oh my god, Lucky's on the same. Is this the last lap? Yes. Last lap, all or nothing. Arthur, t'as la pression quoi? Oh. Non. Visszafele mentek Bahreinbe, bazd. P5 for Leclerc. And you only get killed in the mid back, yeah. Mate, I'm going inside. Oh, that was balls. Oh god, oh god. Oh, Cat. Oh, whoa. No, no. You're a force. Oh, I am stuck on the fence. No. I'll come get you. There's a car in the grandstand. Guys, can you help me? I'm yes, in I am in the grandstand. Oh! Oh my god, I'm... Oh my no, god. Don't dive bomb, mate, I'm on a quali lap. You're on a water lap and you're over the key. That's a good relation, man. What is going on? What is this love, mate? Oh my god, I'm pushing like I've never done before.
time. Oh! Yeah. You know, don't hit! No one hit! It's a safety car, Charles! It's a safety car! Are you sure? Everyone in turn one! Yeah! Turn in three, Winton. I've got it! 5 seconds! Now another! 5 seconds is a year! Oh, go! 5 seconds! No, what oh, I wasn't the. No, guys! Come on! Come on, what the hell? Oh! Whoa! I think it's better just to cut this. Okay. Oh! Fast should be a black flag, really. Asztalon. Asztalon. I think I have damage. You can't. Well, I feel like soft slowdown for me, mate. Should we battle on the last lap? Yeah, let's do it, mate. Oh, mate, you did a Verstappen! Alex, just do a Verstappen! Oh mate, you did a Verstappen! I don't even have the DLS! I don't even have a DLS! Stealing! Callum, I have a penalty anyway, so don't worry. So do I. Oh shit. Alex did what did first. You did a Verstappen, mate! Oh fucking Verstappen! Yeah, that was exactly the same. Exactly the same. Like copy and paste. Oh no! Don't take a penalty, Charles. That's good. That's perfect. Karma. Alex, you are on it, mate. Why are you just gonna stop them? With the bots on Cristiano! Alright, watch this, guys. Watch this. I'm going for Cristiano now. Fell my brother. Listen. Bossu. Everyone's safety car. Safety car, George. It's okay. Oh, great start. You turn in! Like. I would be. No. When you when someone pushing your steering wheel, there's no one to turn left. Oh. What are you doing? No. Alan. Come on, guys. Come on. This guy literally just came alongside me and turned in and hit me. Box now. Might be not too bad. Might be not too much of a disaster. Let's see. Hopefully now it's raining very, very a lot. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Fai attenzione, c'è la virtual safety car. Riduci la velocità e mantieni positivo il delta. Is that a joke? Riduci la velocità. Il delta è troppo basso e rischiamo la penalità. Rallenta immediatamente. Sorry about that. Jaj, a zene. Nem lehet. Baszki. Jaj. Nagyon elmebeteg. Kiborult a világegyetemből. I'm invisible. Me too. Yeah. Oh, yeah. What the hell happened? Mindenki ghost. No! Put the... No, legal everything. Put the contacts. Oh, that's the thing. No, But I can do green again if you want. You can what is that it? Much? You know, guys, we gotta restart and go right into the race. The ghost thing is not. Who you gonna call? Ghostbusters! Eddie. Okay, right, please, just play the game. Let's do a
will be me. Watch this, watch me. This will be me, Luca. Sorry. No. Trust me. Double kill. Oh, yeah. Triple kill. Abon Daisy. Quadra kill. Sorry. Penta kill. Oh, mate, but how good you are. Okay. Alibono, what are you doing? You were just running away. Oh no. Oh my god. Why? Oh, chiquitos e casbábol. Oh my god, you aren't even running! Oh, Jan Poulter, P2! What's happening, Jan? Lan Poulter? You're about the only one who's got decent internet, I'm flying! Oh my goodness! This is impressive, now I'm coming on your camera, mate. Yo, what? Yeah. What are you doing? My English is very bad. Sorry. I was saying, it's Ben's time. I'm coming in the way. I'm coming to see you, mate. I'm coming to see you. Don't misunderstand me. Oh my god! That was proper, baby. I killed like 6 of them, mate. Really? No. Of course not. Mate, 6 of them, what? No! I killed myself by going down the stairs! That was the biggest fail of my life. How the fuck do you go down of a... Yes, I don't. Go! No! Yes! Racket League is like that. I knew that! Boom! That was totally me! Che golazo! No! Harry! Big man, I was gonna crash into him. Big man Harry, what is he doing? Oh no! Harry! Harry died! Oh mate, Harry for a moment was in the air, but was not anymore on his low. Get out! Wait, Harry was not. Oh my god! Harry was not on his lawnmower anymore. He like jumped from his lawnmower. The guy was not on the lawnmower. That's how big the crash was. Oh! Let's go! Yeah! Oh, I fucking killed it! Oh, look at this, mate! What a goal! Whoa, whoa, whoa! Charles Harris! Oh, this is in there. Hát már ezek miatt, a hülyék miatt is várom a szezont. Komolyan. Na, jó van. Szerint nagyon elhúztam most ezt a live-ot. Elnézést kérek mindenkit, hogy 2 óra lesz, azt a kurva. Majd legfeljebb ezt a részét külön levágom, de nem megsemmisítésre, hanem egy külön videóra levágom, úgyhogy majd jó lesz. Köszönöm szépen, gyerekek, hogy itt voltatok. Holnap dolgozok, szombaton dolgozok. Vasárnap itthon vagyok, hétfőn dolgozok. Nem tudom, vasárnap lesz-e valamin erőm, nem tudom. Úgyhogy most nem leszek egy ideig, lehet csak kedden. Na, jó van. Jó volt átnézni ezeket a Forma 1-es dolgokat, egyébként jó téma volt tényleg, jó volt, elszórakoztunk tényleg. Jó éjszakát, remélem nektek is tetszett, sziasztok!
you know. Ah! My girlfriend! My girlfriend is on Twitch telling me to open her apartment. Poor her! Wait a second. Ugh!